A Bonyhádi Német Önkormányzat a szőlészet és borászkodás iránt érdeklődőket várta egy előadással a Város Művelődési Házába. A szőlő és bor régen is ma címet viselte Hevér László előadása. A szőlő és a bor mindig meghatározó része volt az itt élő embereknek, Tolnában, Baranyában és egész Magyarország területén. Régen nagyon máshogy készítettünk bort, és megpróbálunk egy kicsit felidézni olyan borkészítési technikákat és eljárásokat, olyan borszőlőfajtákat, amelyek már teljesen kivesztek a köztudatból, és alig ismertek, és hogy a mai technológia hol tart ehhez képest, ezt is megpróbálom bemutatni. De azt is el fogom mondani, hogy a mai borkészítési gyakorlat egy kicsit ilyen nosztalgiázó, kicsit révedező, modernizáló, de révedező technológia, tehát vissza-vissza kacsintunk a régmúlt technológiákhoz, és van úgy, hogy rádöbbenünk, hogy a világ másik felén úgy csinálnak ma a bort nagyon modern technikával, ahogy mi évszázadokkal ezelőtt készítettünk. És az előadás utolsó részében pedig azt próbálnám megmutatni, mi a jövő borkészítése, olyan módszereket és olyan fajtákat, technológiákat, amelyekre remélem, hogy nagyon sokan rá fognak csodálkozni. Az előadás arra is rávilágított, hogy a szőlőtermesztési és borkészítési technikák nemzetiségenként változók lehetnek. Különbség ma is megfigyelhető. Magyarországon elsősorban a németeknek köszönhetően terjed el a minőségi vörös borkészítés és a kék szőlőfajták. Noha ők biztos, hogy Németországban akkor, amikor ide telepítették őket, nem készítettek olyan minőségi vörös borokat, hiszen nem érett be a szőlő, nem volt rá lehetőségük. Ma a borkészítés határa észak felé húzódik, a skandinávok kezdenek szőlőt telepíteni, és nyilván minden nemzet rá fogja jó értelemben nyomni a bélyegét a saját borának a készítésére, ahogy ma egy olasz bor eltér egy magyar bortól, úgy egy magyar bor is el fog térni majd egy jövőbeli holland vagy skandináv bortól. Nagyon más technológiai színvonalon van a két nemzetnek a borászkodása. Magyarországon sajnos nincsenek például óriási gépgyártó cégek és olyan segédanyagokat, adalékanyagokat előállító vállalkozások, vállalatok, amelyek Németországban megvannak. Tehát ők nagyon nagy utat engednek a kísérletezésnek és technológiai vívmányokat kezdenek beépíteni a borászati technológiába, vagy a szőlőművelésbe. Ettől mi nagyon messze vagyunk. Mi már alkalmazzuk azt a tudást, amit ők kitapostak, de ők mindig előrébb járnak néhány lábnyommal, ha lehet így fogalmazni. Emellett persze nem kell azt mondani, hogy a magyar borok rosszak lennének, megállják a helyüket nemzetközi színvonalon is, de egyrészt volumenben, mennyiségben, másrészt a technológia fejlettségében el vagyunk maradva Nyugat-Európától és így Németországtól is. Változik a klímánk, egy klímaváltozás elején tartunk talán. A 70-es években íródott könyvek azt mondják, Magyarország a szőlőtermesztés északi határán húzódik. Hát ez ma már egyáltalán nem igaz. Pont a közepén húzódunk, tehát a déli borvidékeink, Villány, Pécsi borvidék már szenved a klímaváltozástól, a hőségektől az aszályos évjáratokat az egész ország látja, és az északra termő területek abszolút beérik az összes szőlő. Németország északi részein még mindig nem érik be minden szőlőfajta, tehát odáig még el kell, hogy érjen a klímaváltozás, de ezt nem kívánjuk senkinek igazából. Bonyhád városának németországi testvértelepülésein is foglalkoznak bortermeléssel. Hohheim am Main, a rajnai borútnak egy állomása, és valaha a MUM-nak volt a központja, a MUM-pezsgő forgalmazóknak, de egy nagyon régi, tradicionális családokból álló szövetség van abba a városba, és egy múzeum. Ez a múzeum arról nevezetes, hogy egy partnervárosi látogatás keretén belül ott tartott bonyhádi bor ismertetőt Ónodi Szabolcs, és elkápráztatta az ottani borászokat, hogy a múzeumi tárgyakat hogyan ismeri, és hogy tudja, hogy mire is használták ezeket régen. Gyakran találkoztunk mi ezzel a várossal, gyakori cserék voltak, és a legtöbb alkalommal a Weinkönigint, a borkirálynőt is elhozták udvartartásával a partnervárosi programokra. Büszkék voltak arra, hogy milyen jó boraik vannak, milyen híresek, és ezzel reklámozták. Volt olyan német-magyar borverseny itt az Arany Oroszlánban, amikor még üzemelt, hogy nagy nehézségek árán közös nevezőre lehetett hozni a borbírálati szempontokat. Képzeljék el, kemény nyakú magyar borászok a német
mentalitású borászokkal, másfél-két órát vitatkoztak a szempontokon, és aztán volt a bírálat. Az egyik borversenyen résztvevőnek ajándékoztuk oda azokat a vesszőket, amiket hoztak, és ő elültette a szőlejéből. Később egy meglepetés ért engem, amikor itt járt egy kisebb csoport, nem is hivatalos látogatáson, hanem mert szerették Magyarországot, és élvezték azokat a helyeket, ahol együtt jártunk, visszajöttek, és egy alkalommal hoztak nekem is 4 szőlővesszőt. Ezt a szüleim udvarán, Lugasánál elültettem, és azóta is megvan. Most ugyan áttelepítettem Bonyhádra. És amikor jöttek egy-egy látogatásra, akkor ebből a szőlőből is kínáltuk őket. A mi borainkat nagyon kedvelték, például Hochheimer Weinba rendszeresen vittek Bonyhádról bort, és a különböző rendezvények alkalmával azt eladták, és az egyesületeiket így tudták fönntartani, ez volt az egyik bevételük. De nem csak bort, hanem a paprikától a töltelék áruig mindenfélét vittek innen, annyira megkedvelték ezen a környéken produkált termékeket. A rendezvény zárásaként sós aprós üteményekkel és borkóstolóval kedveskedett a megjelenteknek a német önkormányzat.